a mozgást, eltalálta, most jött ki. Azért nagyon sok összetevője van ennek, ezt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy más dologból. Soknak tűnik az a... Körülbelül 30 centit javított, ugye? Jól emlékszem. 25. Benne van. Abszolút benne van. Soknak tűnik, de egész egyszerűen jól állt össze. Nagyon sok. És akkor lehet, hogy innentől kezdve ez lesz az ő szintje. Tehát... Márton annyit a X alkalommal javított ennél többet is, mind az egyéni csúcsán, mind az országos rekordon, tehát ez nem hallatlan az, hogy ő ezt eltalálta. Nagyon jó formában van az idei esztendőben Tia Brooks, ami neki jó, megmondom őszintén, mi kevésbé örülünk neki, mert így akkor Anitának nehezebb lesz majd őt legyőznie, de nem kételkedünk abban, hogy sikerülni fog. A képen Asbel Kiprop, aki kétszeres olimpiai, háromszoros világbajnok, és utoljára 2014 szeptember 13-án győzték le 1500-on, ma ezt meg fogja próbálni többek között Abdelati Igider ott mellette, aki minden idők 8. leggyorsabb 1500-asa. Aztán ott van Vincent Kibet, akin keresztül siklott a kamera, Nick Willis pedig egy olimpiai ezüstérmes, még Pekingből. Ő a óceániai csúcstartó, az Új-Zéland. Itt van Silas Kiplagat, aki minden idők 5. leggyorsabb 1500-asa, 3.27.64-e van, még Monakóból, 2014 júliusából. Henrik Ingebrigtsenen is átsiklottunk, ő a norvég csúcstartó. David Voldét mutatják a képernyő jobb oldalán, ő Dohában, Rabatban, Eugene-ben és Rómában is ott volt az etióp. 3.33-as egyéni csúcsával meglepődnék, hogyha most talán ő lenne az, aki itt diktálná a tempót. Itt van még Manuel Olmedo Spanyolországból, az első szabadtéri verseny, és volt, de kiugrik. Egy kicsit meglep Timo Benitzel együtt a némettel. Nem fogják kizárni ezért, csak azt mondják neki, hogy várd meg, minden bizony a magasugráshoz tapsolnak a nézők. Ebből több probléma volt Rómában egyébként, hogy a verseny irányítás egész egyszerűen nem tudta, hogy mikor szabad elengedni egy rajtot, vagy mikor kell oda tenni egy gúlát, akár a magas, akár a távolugrásokhoz, hogy várják meg szépen azzal a kísérlettel, amíg ellövik a rajtot, és akkor utána lehet majd megkezdeni a következőt. Na, mindig mocorognak ott legkívül. Ha jól láttam, akkor Andrew Rotich, valamint Elijah Kiptu, a két Iran menő, ott sárga felsőben, ők sprintelnek, hogy a mezőny élére álljanak. 1.51-et kért 800 méterhez. Asbel Kiprop, aki egyébként innen is jó kiveltő módon, a kék felsőben egy jó fél fejjel magasabb mindenkinél Kiprop. Beáll a harmadik helyre és elkezd vonatozni Rotich és Kiptu mögött. Tehát 1.51 a 800-as cél és 2.19 körül legyen az 1000. Onnan szeretne majd futni Asbel Kiprop egy kifejezetten jó eredményt. Azt mondta, hogy ez a meleg időjárás, hogy kb. 22 fokot mondtak, és napsütést, ez meglepte őt Nagy-Britanniára, de azt mondja, hogy ebben az időben jól lehet futni, úgyhogy lássuk, hogy mire vagyok képes, mondta a sajtótájékoztatón Kiprop, aki 13 évesen, ezt nem kell megfogadni, nehogy félreértse bárki, aki nézi a közvetítést, akár gyerek, akár szülő, de ő 13 évesen ott hagyta az iskolát, és azt mondta, hogy inkább a futásra szeretne koncentrálni, ebből lett olimpiai és többszörös világbajnok. Ott hagyta és hazafutott. Hát nem csak haza, az iskolába is már futnia kellett szegénynek, mert ahol ő lakik, ott más megoldás nem volt. De hát a legjobb edzés az iskolába járás bizonyos területeken, tehát... Az iskolába futás. Igen. Négyen tudnak 3.30-on belül, és 8-an 3.32-en belül. Az már most jól látszik, hogy Kiprop, Igider, és mögöttük ott fekete felsőben az 5. helyen, de hát a két sárga nyuszit vegyük le. Silas Kiplagat fut, ők képesek ebből a mezőnyből arra, hogy egy rendhagyó eredményt fussanak. Rotich kiáll, Kiptu viszi tovább a dolgokat, vagy Rotich, aki kellene most már lassan állni, 800 fele közelednek, de igazából Kiptu tolja le maga előtt Rotichot. 51-et kértek, nézzük mennyi a 851-72, nem lesz elégedett ezzel Kiprop, ennél gyorsabbat szeretett volna, és most már szabályosan tolja maga előtt Kiptut, aki hatalmas elánnal igyekszik csinálni a dolgát, ahhoz, hogy mögötte Asbel Kiprop szépen le tudja futni az 1500-nak a maradék 500 méterét. Itt lesz az, hogy Kiptu, ha minden igaz, akkor kiáll, vagy be a pálya belsejére.
lassan tette ezt. És a tigédre, ezért nem fogják megdicsérni. De hát ez része a munkakörének, és akkor most csöngetnek be Asbel Kipropnak. 2.32 környékén Igider üldözi, jön Gregson, az ausztrál csúcstartó, Nick Willisszel, a szomszédjával, és ott van Henrik Ingebrigtsen, a norvégok üdvöskéje, aki nagyon rosszul futott egyébként Rómában, nem is jól pozícionálta magát. Csütörtök este, Kiprop pedig szépen összeszeretten, most már sokkal jobban figyel, mint Eugene-ban tette, ott egy kicsit elbóckodta, és eljátszott egy ilyen cicaegér harcot a többiekkel, most pedig koncentrálva tekint maga elé, hogy a maradék 150 métert a lehető leghamarabb megoldja. Nem gondolom, hogy Igidernek bármiféle lehetősége van, hogy olimpiai bronzérmes volt Kiprop mögött Londonban 2012-ben, amikor befolyt a cél, hogy egy szenzációs időt fog futni Asbel Kiprop. Ugye neki a egyéni csúcsa az mindegyik harmadik legjobb eredménye, 3.26.69-el, most 3.30-on belül Kiprop, 3.29.35, az igen. Hát lehet jó időt futni Birminghamben, hogyha süt a nap. És egyedül tette mindezt. Mosolyog, örül neki. Ez egy nagyon-nagyon jó futás. A világidei legjobbját megjavítja, az is az övé volt még Dohából. Majdnem 3 másodpercet farag belőle Asbel Kiprop. Na ilyen az, amikor komolyan veszi. Ugye beszélgettünk arról Eugene-ben, amikor a mérföldet nyerte, hogy miért nem veszi komolyan. Hát akkor tud ennyit, ha komolyan veszi. Az volt az érzésem, hogy a nyulak egy picit ott a kiszállásuk előtt mind a ketten feltartották már inkább Kipropot. Ugye akkor ketten voltak, akkor még az első nyúl a másodikat tartotta fel egy picit, utána pedig Kiprop már tolta le a második nyulat szinte, mikor az kiszállt. Zavarában egyébként a második helyzetet majdnem el is gáncsolta. Még viszonyításképpen valaha a világon, amióta futnak 1500 métert, és ezt egy ilyen automatikus időméréssel szokták rögzíteni, Kipropon kívül 13-an futottak csak ennél gyorsabbat. Mert ha így ránézze, akkor azt mondod, hogy játszik könnyedséggel, megy, azt csinálja a dolgát, ugye? Ennél egy picit nehezebb. Félelmetesen futott. És nem tudom, hogy eljön-e az a tempó, amikor már nem lehet nyulat találni. Hát nála is nehéz, egyébként 1500-ra még talán lehet. Akinél ez egy nagyon jó kérdés lesz, amit felvetsz, az majd egy pár versenyszám múlva, egy fél óra múljon körülbelül a női 5000 méter. És ott most Almaz Ayana ott tart, ő ma nem áll rajthoz, mert ugye minden idők második legjobb eredményével győzött Rómában 3 napja, de ő most ott tart, hogy egész egyszer nem találnak neki olyan nyulat, aki akár 3000 méterig el tudná vinni. Illetve van egy, hát úgy hívják, hogy Genzebe Dibaba, és ő pedig nem szeretne a honfitársnőjének nyulazni azért, igen, hogy megdesse azt az 5000-es világcsúcs, amit mind a ketten meg akarnak dönteni. De rajtuk kívül nincs más, aki ezt a tempót bírja. Egy nagyon jó futást láthattunk megint, és egy újabb világidei legjobbját. Halmozzák a versenyzők ezeket. És hát úgy tűnik, hogy most már elérkezett az a része a szezonnak, amikor tényleg igazán formába lendülnek a nagyobbak is.